3T, a kulturális podcast. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a 3T elnevezésű podcastünk. Pion Istvánnal, Mucsicska Lászlóval, a vendégünk pedig Pálffy György, aki az Úr hangja cím film rendezőjeként van itt. Szervusz Gyuri. Szervusztok. Szia. Nagy merészség azért Stanislav Lemet filmre adaptálni. Gyerekkoromban olvastam rengeteg Lemet, és azért a legtöbb alkotása mind ilyen elképesztően filozófikus, és hogyha ilyen filmadaptációban gondolkodunk, akkor mondjuk van a Pirx kapitány, ami mondjuk pont nem túl filozófikus, de mondjuk a Tarkovszkijnak a Solarisa, vagy a Pater Sparrow-nak az Egy, ami az Emberiség egy napja című regény alapján készült, pont ilyen, és hát azért az Úr hangja is. Hogy jött eleve az ötlet, hogy te egy Lem adaptációba kezdj? Úgyhogy nagyon szeretem a Lemet, és pont ezt a filozofikusságát szeretem, ezt a létértelmező skifit, amit ő művel. Tehát ebben a hihetetlenül jó skifi szerzők közül, amiben a Arthur C. Clarke, meg az Asimov és a Stanislav Lem hármasból, nekem mindig a Lem állt a legközelebb. És én ezeket nagyon-nagyon szerettem, és amikor azt gondoltam, hogy ha valaha lesz lehetőségem, én akarok Lemet csinálni, vagy valami, hogy nekem is közöm legyen ehhez az univerzumhoz. És az Úr hangja tűnt egyébként, ami az egyébként az egyik leggondolatibb műve, és a legkevésbé drámai, vagy dramatikus, az tűnt egyébként a körülményekhez képest a legkönnyebben megvalósíthatónak. És itt a filmezésnek a technikai oldalát értem, hogy anyagilag ezt lehetett elérni. Azon kívül, hogy ez tűnt a legmegvalósíthatóbbnak, volt még más választási lehetőséged? Persze, Lem egy nagyon termékeny szerző, és zseniális munkái vannak. Hát ha lehetett volna, biztos, hogy például a Kudarcot választom, vagy ha tényleg kalandos és nagy költségvetésű skifit csinálhattam volna, akkor a Pirx kapitányba is újra belenyúltam tehát volna. Tehát ettől nem féltél volna? Egyáltalán nem. Hát egyrészt szerintem a Pirx kapitánynak a magyar 70-es, a 80-as évek elejé tévéfeldolgozása, ami mindenki nevet egyébként, hogy a kávéfőzött felnagyítva készültek űrhajók, szerintem az ugyanakkor, hogyha ezt mai professzionális technikával valósítanánk meg, akkor ez egy nagyon jó filmnyelvi, egy formanyelvi ötlet, a mikrovilágot fölnagyítani és abba behelyezni az embereket, és így csinálni skifit. Ez például egy szuper kihívás lenne. Szerintem ott csak az akkori technika nem volt rá. Az ötlet nagyon jó volt, a kivitelezés meg gagyira sikerült. De a Pirx kapitány történetei azok szenzációsan izgalmasak. Például az volt az, amit este mesébe a gyerekeimnek is elbírtam olvasni, a Kiberiádát meg a Pirx kapitány történeteit. Ha pénzem lett volna, és egy kommerszebb Stanislav Lemet szerettem volna megcsinálni, akkor biztos, hogy valamelyikbe ebben nyúlok bele. Ha egy kalandosabbat, ami hozzám azt gondolom, hogy a legközelebb áll, az pedig a Kudarc a Stanislav Lemtől, amikor pont egyébként, azt hiszem, ha jól emlékszem, már több éve olvastam, pont a Pirx kapitány identitását kérdőjelezi ott meg, és úgy kezdődik a regény, hogy egy bolygón meghal a főhős. És utána több évtized vagy több évszázad múlva egy űrhajó összeszedi a maradványait, de nem egészen biztosak benne, hogy az ő maradványait szedték össze, úgyhogy lehet, hogy három különböző maradványból keletkezik egy ember, aki a saját identitását próbálja megfejteni, miközben csatlakozik az űrhajóhoz, hogy elmenjenek egy óriási földszerű bolygóval kommunikálni és beszélgetni. Tehát elkíséri őket azon a kalandon, ami az emberiség megint csak a másik lényekkel, vagy az univerzumban máshol élő lényekkel való első találkozásra. Igen. És ebből egyébként pár motivumot nem is bírtam meg, nem is bírtam ki pár motivumot, át is emeltem az Úr hangjába. Mennyire érdekel téged az űrkutatás?
Úgy alapvetően annyira, mint egy érdeklődő ember, tehát, hogy én nem vagyok rákattanva, és nem egész nap, nem a NASA a nyitó oldal a webhelykeresőnek. Engem érdekel, tehát én elszoktam olvasgatni ezeket a cikkeket, az újdonságokat, mint hogyha hátulról kezdeni az ember olvasni az újságot, és na, ezek a fontos hírek. A sportrólat. Igen, a sportrólat mellett ott van egy kis tudomány csillagászat. A sportrólatot én nem olvasom nagyon, csillagászatot viszont. Amikor én még tiniként olvastam Stanislav Lemet, én is sokat olvastam egyébként, nekem az Éden volt a kedvencem, és egyébként én pont azt tudnám elképzelni ilyen tipikus Pálffy Gyuris filmnek, tehát abban ilyen nagyon fura kreatúrák vannak. Az nagyon furcsa. És a genocidium intézménye egy egészen máshogyan jelenik meg benne, szóval én azt tudtam volna inkább elképzelni neked. Én meg azt a költségvetést nem tudom elképzelni, amit nekem adnak, hogy egy ilyen filmet csináljak. Egyébként én nagyon szerettem azt is. Főleg ezeket a kreatúrákat nagyon szerettem benne. Na, ha már említed a költségvetést, azért az Úrhangja kb. Egy ilyen 1 milliárd forint körüli összegből készült el, ami mondjuk így laikus ember számára elképesztő összegnek tűnik. Igen. De mondjuk, hogyha ezt az összeget dollárosítjuk, ez még mindig köze sincs ahhoz, ami mondjuk egy alacsony költségvetésű amerikai sci-fi esetében van. Vagy egy alacsony költségvetésű amerikai film esetében igen, van. Igen, tehát ez sima, 3 millió dollár. Igen, tehát egy sima indie film is 10 milliótól kezdődik kb. Nem, mert van, hogy attól függ, milyen sztár csatlakozik hozzá. Igen, de hogy ez elképesztően kevés, viszont van rengeteg digitális utómunka a filmben, nagyon klassz vizuális flick-flackok. Mire elég egyáltalán ez az összeg? Erre. Ennyi? Erre, hogy a filmnek a 70-80%-a ma játszódjon egy szobában, kis autózással, saját ruhában, alig fodrászattal, alig sminkel, arra, hogy egy stáb nagyjából 40-50 nap közötti időtartalmot tudjon forgatni, és egy ilyen 15-20% látvány és előre eltervezett trükköt bír el. Tehát pont ez az, hogy nagyon soknak tűnik ez az 1 milliárd, de pont arra elég, hogy még ne tudjak fölmenni egy bolygóra, hogy hatalmas robotok sétáljanak egy teljesen átváltoztatott sci-fi univerzumban, ami nem itt a Földön történik a saját autómon és ruhánkban. Tehát ez a különbség. Még plusz 3 millió dollár, és akkor már még akkor is nagyon olcsók vagyunk, de akkor már mehetünk egy kicsit űrutazni többet. Még akkor, amikor most készítjük ezt a podcastet, még nem készültek kritikák a filmedről, Twitter bejegyzések már így megjelentek, meg Facebookon is már volt egy ilyen, ami úgy csetelte, hogy nem csak hogy Pálffy legrosszabb filmje, hanem a 2018-as év legrosszabb magyar filmjéről beszélünk. Te mit gondolsz ehhez képest a saját filmedről? Hát azt nem gondolom, hogy a legrosszabb, és azt is remélem, hogy jönnek majd olyan kritikák, amik jót is írnak, vagy amik megértik a mi szándékainkat. Természetesen minden vélemény szabad. A Trieste-i filmbemutatón, ahol egy ilyen sci-fi találkozó volt, onnan meg kaptunk egy olyan kritikát, amelyik meg az év legjobb filmjének kiáltotta ki. Úgyhogy én azt remélem, hogy ha minden jól megy, akkor egy ilyen meg nem értő kritikus tömeg felgyülemlik az egyik oldalon, hogy azt mennyire utálják, és egy másik remélhetőleg felgyülemlik a másik oldalon, hogy mennyire imádják. Most már két véleményt egymással szembe tudok állítani. Mindig is azt vallottam, hogy a legrosszabb az, amikor ilyen kis közepes tetszett, nem tudom eldönteni. Izgalmasabb szóval, hogy az, hogyha megosztó egy dolog. Én igen, azt remélem, hogy a műalkotásnak azért fontos, hogy megmozgassa. Tehát az, hogy valaki ennyire elutasító a filmmel, az mindig egy kicsit gyanús, hogy ez egy nagy szerelem kezdete is lehet. Tehát lehet, hogy ezzel a dologgal inkább majd dolgozni kell. És akkor hát ha az ember megérti, vagy megismeri, vagy elfogadja, vagy megérti, hogy miért nem tetszik, vagy mi az, ami ennyire nem tetszik. Én a magam részéről azt gondolom, hogy azok a szándékok és alkotói, hát szándékok, ez a legjobb szó rá, azok benne vannak a filmben. Ami nekem is probléma az, hogy ezt nekem a filmkészítés során nem sikerült elég intenzívre megcsinálni, és ebben
most már mondhatok bármit, de abszolút a körülményeket okolom, mert előtte, utána, amikor a körülmények rendben voltak, akkor ezeket az intenzitásokat bele tudtam rakni a filmekbe. Az Úrhangja esetében azért tudom elfogadni a negatív kritikákat, mert most ennél a filmnél például én is azt érzem, hogy nem tudtam kifutni magamat, nem a legnagyobb teljesítményt tudtam nyújtani, és egyszer majd szeretném ezt elmesélni hosszan, hogy de lehet, hogy lehetetlen, hogy egyáltalán az csoda, hogy el a film elkészült. Tehát olyan forgatásban vettünk részt Kanadában, ahol sajnálatos módon egy szélhámos producerrel hozott össze minket a sors, és a legkönnyebben mindig úgy tudom elmesélni azzal a hasonlattal, hogy amikor az ember befizet egy társas útra valami helyre, és amikor megérkezik, akkor kiderül, hogy nincsen szállása, nincsen visszareplője, és egyébként is a cég megszűnt, és még pénzt se tud kivenni az automatából. Tehát, hogy nagyjából egy ilyen helyzetben találtunk magunkat ott Kanadában, és így kellett végigcsinálni a filmet, ahol például délben az ebédnél közölték, hogy az egy óra múlva, ahova mennénk helyszín, az például nincs. És az egy lakás helyszín lett volna, és a végén már nem az volt, hogy abban a lakásba szeretnénk menni, amit lehelyszíneltünk. Az se volt, hogy már abban a lakásba szeretnénk menni, ami valakinek, az ismerősének van, de még sose láttuk, hanem egyáltalán az volt, hogy egy lakásba szeretnénk menni, mert azokat a jeleneteket nekünk aznap délután muszáj leforgatni. Mi jöttek a gyártástól, hogy ők ezt nem tudják megszerezni. Én mondtam, jó, hát akkor itt a büfébusz mellett leforgattam a szabad ég alatt. Ne, hát egy lakás jelentet. Mondom, mit tudok csinálni? Nekem muszáj azt a jelenetet leforgatnom. És akkor nagy nehezen egyszer csak szereztek valami négy fal lukat, és akkor mégis tudtuk ott forgatni. De hát ilyen körülmények között készült el a film, egyáltalán nem úgy, ahogy a rendező például, ahogy egy filmnek el kell készülni, a rendező kiválaszt egy lakást, mert az olyan, ami ennek lennie kell, mert az szól arról, hogy a karakter miben él, vagy milyen környezetben, hanem az volt, hogy mindegy, egy óra alatt szerezzetek valamit. Ahhoz képest azt gondolom, hogy az Úrhangja egy óriási teljesítmény, már fizikai és mentális teljesítmény, hogy egyáltalán készen van, és december 10-én be tudtuk mutatni. Hogy ezek után még arról is lehet szó, hogy jó-e vagy rossz, hát azt szerintem nekem az már tulajdonképpen csak díszítés és habatortát, tehát az már a jó része, és amit még, ahogy elkezdtem ezt a izét, bocs, hogy visszatérek rá, mert nagyon fontos elmondani, hogy a rendezői szándékok, ha nem is olyan intenzíven, de megjelentek a filmben. Tehát a szerkesztési mód az, hogy milyen történetet akartunk elmesélni, és tulajdonképpen úgy jöttünk ki ebből az egész balhéból, hogy végül is el tudtuk mesélni azt a történetet, és hűen tudtuk szerintem adaptálni a lemet, ahogyan egyébként lemhez illő vagy méltó. Mennyiben módosítottátok a regényt? Tulajdonképpen egy folytatást írtunk a regényhez. Egyszer azt nyilatkoztam, hogy ez egy megfilmesíthetetlen regény, ott nem azt gondoltam mögé, ami aztán lett belőle, hogy én csak lehetetlen vállalkozásokra vállalkozom, és a hős rendező belevág a megfilmesíthetetlenbe, és meg fogja mutatni, megcsinálja, hanem egy olyan regény ez, ami konfliktusok nélküli igazából. Egy tudós egy papír fölött görnyed, és azon gondolkodik, hogy az a papírban lévő tulajdonképpen matematikai képletet hogyan lehet megfejteni, és ez okoz valamiféle szellemi és kultúrtörténeti izgalmat, és utána ez változik át valamiféle érzelmi viszonyulásra, miután az ember lerakja a regényt, azt érzi, hogy hú, itt volt ebbe a könyvbe az egész világegyetem, és a tudóssal szemben az íróasztalon ott volt minden titka az emberiségnek, és annak, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, hová tartunk. Ezekre az egyszerű kérdésekre valahogy a lem nagyon ügyesen körbejárja ezeket a kérdéseket. És akkor erre jött az, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, hogyan lehetne ezt a borzongató izgalmat, ami a regény elolvasása után, vagy közben történik az emberrel, átültetni filmre, és átadni. És akkor jött az ötlet, hogy amikor én azt kerestem, hogy mi az én személyességem ebbe. Tehát mi az én személyes hozzáállásom? Mert oké, van a Lem, aki írt egy tudósról, aki egy űrből jött üzenetet próbál megfejteni, de én egy ilyen magyar fiú, aki lemet akarok csinálni, én ehhez hogy jövök hozzá? És akkor jött az ötlet, hogy akkor mi lenne, hogyha egy ilyen velem egyidős srác,
elindulna, és ez a tudós, ez az ő apja lenne, és azt a toposzt használjuk, ahogy a magyar tudósok külföldön kapnak lehetőséget, és ott tudják kifutni magukat, hogy ugye ezt mondjam, vagy használni azt a megszerzett tudást és meglévő képességet, amiük van. És ez az apa elhagyja ezt a fiút ezért a kutatásért, és a fiú elkezd az apja után menni, és amikor ez a személyes motívum, és az, hogy ez a fiúnak az apa keresése, ez emberi szinten ugyanarról szól, mint az apának az a kutatása, amit a Stanislav Lem megírt, na ekkor alakult ki az, hogy na ebből lehetne egy filmet készíteni, és akkor nekünk viszont meg kell írni ennek a fiúnak a történetét, és akkor valóban lesz benne valami nagyon személyes tartalom. És akkor most már azt is tudjuk, hogy miért kellett Kanadába menni. Hát eleve a regény Amerikában játszódik, és természetesen amikor ezekhez után az ember rögtön elkezdi végig gondolni, hogy racionálisan milyen filmes nyerességek vannak belőle. Az, hogy a film 70%-a angolul beszél, az például egy csomó olyan problémát megold, hogy a nemzetközi piacon igazából angol nyelvű filmeket lehet eladni. Nekem viszont sosem tetszett az, hogy például csinálok egy magyar filmet, ahol angolul beszélnek azért, csak hogy nemzetközi piacra eladjam. Úgyhogy itt is meg kellett találni ezt a lehetőséget, hogy hogyan lehet úgy angol nyelvű filmet csinálni, hogy az tényleg a történetből ered, és tényleg a történetnek van rá szüksége. Mennyi ideig készült pontosan a film? Úgy számoltuk, hogy 7 éve adtuk be a pályázatot, és 5 éve kaptuk meg a lehetőséget arra, hogy forgatókönyvet írjunk belőle, és 2 éve fejeztük be a forgatást. Hát ez alatt az idő alatt volt színházi kitérőd is, ami korábban ugye nem volt. Tavaly rendezted a svéd Engedj Be című horrornak a remake-jét, és most meg Szombathelyen csinálod a Titus Andronikust, ami egy deszmetálos horrorként van definiálva. Ez egy kényszerpálya, ez a színházhoz fordulás, vagy azért volt benned valamiféle elképzelés, hogy te majd egyszer akarsz színházban rendezni? Vagy hát a 7 évnyi munka közben azért ez belefért? Belefér a 7 év munkába, mert hogy ilyenkor vannak leállások, vannak töprengedő szakaszok, volt egy nagyon hosszú szakasz, amíg csak a trükk utómunka dolgozott, és egyszerűen arra vártunk, hogy annak mi lesz az eredménye, hogyan kell bevágni a filmbe, és aztán onnan tudunk tovább lépni, tehát tényleg, mint egy építkezésnél, így meg kell várni bizonyos fázisokat, és akkor belefér. Én régóta kacsingattam a színház felé, de be kell valljam, hogy sosem mertem megcsinálni, és ez például szerintem látszik a filmjeimen is. A hook le, az például egyáltalán nem mozgat színészeket. Ott az ozorai falusiak játsszák tulajdonképpen saját magukat, és én ott például rettentő sokat tanultam az instrukcióról, hogy hogyan kell embereket kamera előtt irányítani, tulajdonképpen azzal a 4 vezényszóval, hogy lassabban, gyorsabban, jobbra-balra. Tehát ez mert nekem gondolatban rendezőként le kellett szűkítenem az összes jelentést erre a 4 instrukcióra, és ez például nagyon jó volt, én akkor például még egyáltalán nem mertem színészekbe gondolkodni. Volt a főiskolán 1-2 tapasztalat, nem is jó tapasztalat, hogy hogyan nem lehet rávenni a színészeket bizonyos dolgokra, meg volt nagyon sok jó tapasztalat, hogy hogyan lehet rávenni őket, de inkább tartottam tőle, és azt mondtam, hogy például az első filmemnél nem teszem ki magam annak a kockázatnak, hogy éppen melyik színésszel találkozom, és nem biztos, hogy a film jön ki győztesen abból a küzdelemből, amit esetleg elkövetnénk. Ez mondjuk elég fura hallani egy rendezőtől, hogy fél a színészektől. De nem, hát ez egy figyelj, ott van egy 20-néhány éves fiú, és így tényleg nem abból a világból jövök, hanem a filmek világából, a technikai oldalról, a filmek szeretetéből, és nekem egy csomó minden más sokkal fontosabb volt, mint a benne játszó színészek. Én például a fiatalon nem is szerettem ezt az egész sztárrendszert, nem is értem, hogy miért nem elég, ha egy színész jó, miért kell, hogy még sztár is legyen, tehát hogy így...
Nekem ezekkel mindig problémáim voltak, és próbáltam ellene menni, például a Hukléba azzal, hogy igazából alig szerepeltettem benne színészt. Van benne egyébként három, és azok is csak azért, mert egy filmnyelvi játékot játszottunk, és egy nap forgatásunk volt. Na mindegy, nem akarom ezt elhúzni. A lényeg az, hogy a második film az már tök érdekesen a taxidermiában vegyítettem az amatőr szereplőket és a profi színészetből élő professzionál színészeket, és ott már elkezdtem élvezni ezt a munkát. Kiderült, hogy be lehet őket vonni, be lehet tagozódni, és mivel a Hukla meg a taxidermi elég sikeres lett is egy kis ázsiom a színészekkel szemben, és igazából azt gondolom, hogy egy életkort is össze kellett ahhoz szedni. És hogy kiderült, hogy a színészek félnek tőled. Nem a félelemről szól, hanem egy jó együttműködés. Lehet, hogy eddig nem is tudtam nekik semmit sem mondani, vagy nem tudtam jól mondani, mert egy színésznek már nem ez a négy instrukció kell, hogy jobbra-balra, lassabban, gyorsabban, hanem ott már el kell beszélgetni a karakterről, ott föl kell építeni valamit, ott meg kell érezni, hogy neki éppen mi a problémája. Az nem úgy fog jelentkezni, hogy szól, azt mondja, hogy problémám van vele, hanem ki kell olvasni a testbeszédből, ki kell olvasni a viselkedésből, rá kell jönni, hogyha hiszti van, akkor az igazából ellenem jön, de nem miattam van, vagy nem miatta van, hanem az anyaggal van valami probléma, vagy a szerepben még nincs megtalálva az a pici dolog, és ehhez tényleg igazából tényleg kell élettapasztalat. Vagy valaki belenő ebbe, tehát van az, aki a színházban nő fel, és 13 éves korától egyfolytában csak játszik, bemegy nagyokhoz színpadra, és akkor magába szívja ezt az egész nyelvet. Mivel én ezt 20-valahány éves korában, 30-ig így kikerült, ezért igazából csak vágyakozva figyeltem a színház felé. És évekig rágta a fülemet, hogyha ezt lehet így mondani, mert konkrétan nem csinálta, de állandóan beszélt vele nekem a Magács, hogy csináljunk már színházat, és ő egy nagy színház csináló, és ő egy nagy rendezvény, vagy projekt összehozó ember, és egészen addig elment, hogy a tavaly lerakott elém egy darabot, ezt az Engedj B-t, és meggyőzött arról, hogy nem kőszínházi körülmények között, főleg gyerekszereplőkkel, kevés színésszel, kicsit valahol a film és a színház között egy teljesen eredeti helyszínen, valahol a város határába, vagy ahol van, végül a Jászai Mari téren találtuk meg a volt Pártház étkezdét, ami egy teljesen lepukkant, márványborítástól megfosztott betontér, amiben ez az Engedjbe elkezdett megszólalni, és nem színházat kellett csinálnom, hanem erre kellett tulajdonképpen rárendeznem egy előadást, és én nagyon élveztem, hogy ez félúton van valahol a film és a színház között. Egyébként ott is maradt félúton, nagyon izgalmasan, az is valakinek megszólalt, valakinek nem, voltak ott is rossz kritikák meg jók, de nekem például rájöttem, hogy egyrészt tudok már mit mondani a színészeknek, és hogy mennyire élvezem én ezt a színházasdit, még ha akkor például kényszerpálya is volt, mert én egészen addig nem hagytam magam meggyőzni a Magácsnak, amíg volt filmes elfoglaltságom. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak azért, mert támogatásom volt, hanem például forgatókönyvet írtam, vagy készültem arra, hogy én majdan filmet fogok csinálni, csak amikor már a 7.-8. elkészült forgatókönyv hever az asztalodba, akkor úgy azt mondta, hogy na most akkor nézzünk valami más után. Úgyhogy kényszerpálya is volt a színház, egy ilyen kényszerű időtöltés, de azt gondolom, hogy nem bántam meg, és nem nagyon értem, hogy a életem előző időszakában én miért nem vállaltam ebből többet, mert azt gondolom, hogy Szombathelyen viszont egy rendkívül jó társulattal egy olyan munkát tudtunk elvégezni, amit utoljára ilyen nagyon fiatalkorom vagy gyerekkoromban éreztem, amikor a látsz gyerekeket ilyen nagyon koncentráltan játszani, és így kizárják a világot, és csak azzal vannak elfoglalva. És én nem tudtam, hogy 40 éves korom után én még kapok ilyen ajándékot, hogy valamivel 6-7-ig ilyen kézműves munkával el lehessen dolgozni, és egy 40 fős stáb mozgatásával egy egész kitűnő előadást tudjunk létrehozni. Azért az vicces, hogy ugye eddig így kizártad,
gyakorlatilag a film volt a hívó szó, ami behívott az Engedjbe kapcsán, és most így egy Shakespeare adaptációba csúsztál át. Azonnal bementem a Közszínházba, tehát az Engedjbe, nekem annyira jó élmény volt megcsinálni. Be is engedtek az adat. Igen, hogy azt mondtam, hogy akkor most nézzük meg, hogy milyen csinálni egy előadást, ahogy a nagyok csinálják közszínházi körülmények között. És hát erre azt gondolom, hogy Szombathely volt a legalkalmasabb. És elsősorban a társulat, és ugye fejétől bűzlik a hal, elsősorban a Jordán Tamás meg a Rétli Attila miatt, akik egyáltalán nem szóltak bele, hogy mit csinálunk, viszont nagyon-nagyon karban tartják ott a színházat és a társulatot. Egyébként az, hogy most így végre kiderült, hogy volt ilyen kezdeti félelmed a színészek kapcsán, valahogy mindig, amikor a filmjeidet néztem, vagy hogyha mondjuk így a Pálfi filmekről kéne bármilyen diskurzus folytatnom, akkor mondjuk pont nem az a szó jutna eszemben, hogy személyes. És ez most ilyen no offense, hanem hogy a filmjeidben tényleg a technikai flikflakok, a vizualitás, maga az egész köntös, az nekem jóval vonzóbb és befogadhatóbb, mint mondjuk a, nem tudom, a színészi játék. Most visszakanyarodok egy picit az Úrhangjához, még ugye nem tudom, hogy vajon kik hogyan fognak visszanyúlni a filmethez, de ami miatt mondjuk így kicsit befogadó képtelenebb a dolog, az itt is szerintem az, hogy valahogy a fiúnak a szála az nem biztos, hogy ilyen egyértelműen megérinti mondjuk a nézőt. Nem biztos, hogy az a párhuzam, amit te elmondtál az előbb, hogy van egy apa, aki ebben a kutatásban próbálja megtalálni saját magát, és a fiú, aki meg az apa megtalálásában próbálja megtalálni saját magát, ez összeér. Ennek a filmnek nem feltétlenül az a feladata, hogy egy érzelmi íven végvigye a nézőt. Szerintem ebből a filmből azért hiányzik az embernek az érzelmi ív, mert azért van benne. Tehát, hogyha például teljesen kihagytuk volna, akkor nem is hiányozna, mert akkor nagyon markánsan érthető lenne, hogy a film nem ezt akarja közölni. Nem azt akarja, igazából ezt az egész érzelmi ívet mi a első órától, vagy nem is tudom, a 40. perctől kezdjük igazából csak mesélni. Előtte minden mást mesélünk, előtte keresi a film saját magát, és keresi a párbeszédet a nézővel, és keresi azt a tolerancia küszöböt, hogy meddig vagy hajlandó nyitni és engedni. És hogyha még mindig benn maradsz a moziba, és ez egyébként ez egy tudatos döntés volt. Tehát a tudatos döntés volt az, hogy elléptünk ettől a hagyományos human touch, ez a emotion mozitól, ez az érintse meg a lelkedet, és akkor az első jelenetben legyen bombasztikus valami, és akkor ez jól behúz, és akkor nem bízik. Amivel a főhősödet szereted meg, legyen egy olyan bombasztikus jelenet, amivel megadod a mozinak, és megszereted a főhősödet, és ha megvan a főhősöd, és elkezdtél érte aggódni, na akkor elkezdődhet valamiféle történet. Hát sőt, éppen hogy elidegenített gyakorlatilag a főhősödet azzal, hogy szarfejként állított be azzal, hogy nem tudom, nem akar gyereket vállalni, ott hagyja a csaját, és elmegy az apját keresni, szóval hogy pont az ellenkezőjét teszed. Hát pont, hogy felrúgjuk azt a megállapodást, ami egyébként az amerikai film, meg a hagyományos film készít a nézővel, ezeket a megállapodásokat sorra rúgjuk föl, és azt mondjuk, hogy nincsen jó meg rossz, hanem van itt egy ilyen karakter, aki miért lenne az baj, hogy ő nem akar gyereket vállalni, az inkább az ő problémája. Miért lehetne ettől egyébként szimpatikus? Ahogy közli, az például nem szimpatikus, de... nem az, amit csinálsz, hanem ahogy mondod. Igen, az egyébként például filmben úgy tűnik, hogy sokkal fontosabb, és van a például a Polgár Csaba karaktere, és maga a Polgár Csaba, mint színész, aki ezt játsza, szerintem tökéletesen mutatja, hogy mi milyen főhőst kerestünk. Néha úgy néz ki, mint James Stewart. Hatalmas nagy szemeivel, tökéletesen illik a filmvászonra, egy szép fiú, és hogyha viszont egy picit fordul, akkor ez a szép fiúság, ez disszonáns lesz. Egyszer csak, ahogy megszólal, azt érzed, hogy már nem is olyan helyes, de utána akkor a következő jelenetben már megint helyes, és egyszerűen nem tudod eldönteni róla, hogy szereted-e, vagy nem szereted. Rögtön felrúgtuk azt a közmegegyezést, hogy egy alapvetően szerethető főhőssel indítsuk a filmet. A csaja se olyan szimpatikus, ez is csak egy olyan pár, akit így jó lenne megismerni, de amit látok belőle,
Hát végülis az ember inkább annak körül, hogy a fiú ott hagyja, és elindul valamelyik másik úton. Irányban. Miközben, ha megnézed, rengeteg adatot kapsz, és rengeteg információt arról, hogy nem csak erről a párról fog szólni ez a film, hanem egy sokkal nagyobb vállalás van, amiben nem feltétlenül a karakterekkel kell menned, hanem inkább az egész gondolati egységgel. Nagyon-nagyon ebben a filmben azért játszunk ezzel a nézőtoleranciával, hogy meddig bírja, és játszunk azzal, hogy mennyire szabad szétszedni egy történetet, hogy még éppen meg tud nézni, viszont a legvégén, és nem amikor a filmet nézed, összeálljon egy nagy gondolati egységéhez az egész dolog. És ha meggondoltok, én azt gondolom, hogy itt voltunk a leghűbbek a Stanislav Lemhez és az adaptációhoz, mert valahol ő is ezt csinálja regény szinten. Ezt a Hogarthot nem lehet megszeretni. Ez a Stanislav Lem regényében például egy beképzelt barom, aki azt gondolja, hogy senki más, csak ő tudná ezt az úr hangját megfejteni, és ha ő nem, akkor senki más a világon, mert jelen pillanatban mindenhova ezt leírja. Miközben hihetetlen izgalmas kultúrtörténeti és műfai, irodalmi műfai utazásokat tesz az a főhős például a náci Németországba, vagy olyan kísérletekhez, ahol például az egyik legizgalmasabb, amikor egy véletlenszerű halmaz azért esik a másik halmaznak egy szimulációs kísérlet során, mert az egyik vezetékben elpattant valami, és az zárlatos lett. Ő innen nyitja meg ezt az egész kutatás történetét, amit mi csak éppen, hogy az apa oldaláról érinteni tudunk ebben a filmben. És a Polgárcsabának a szép fiúságát akartad azzal is ellensúlyozni, hogy az öccse pedig a Fekete Ádám lett, aki meg egy mozgásában korlátozott srác. Sok dolog miatt volt fontos a testvér, a Fekete Ádám karakter. Egyrészt, mert az apa elhagyja a családját. A kellett valami nekünk nagyon erősen, ami miatt ez megbocsájthatatlanná válik. Amúgy is nehéz otthagyni egy családot, de a statisztikák is azt mutatják, hogy ahol viszont sérült gyerek születik, ott nagyon nagy számban hagyják el a férfiak a családot, és hagyják magára azokat a sérült gyerekeket. Mivel az egész világkeletkezésről beszélünk, mivel az egész nemzésről, a hogyan lesz az ember, ezért például nekünk nagyon fontos volt, hogy az egyik gyerek ebből a szempontból, az evolúció szempontból hibás legyen, vagy a fele tudjam, az evolúció mindig a hibán megy keresztül, sőt, erről is szól a film, hogyha nem akarom leszpoilerezni, de az igazi kapcsolat apa és fiú között az otthon maradott Fekete Ádám karakter, a Zsolt karaktere, és az apa között van. Az az igazi szellemi híd, vagy örökség, ami apa és fiú között meg kéne, hogy történjen. Szegény Péter meg, az egészséges fiú, aki oda tud menni, az meg a hírvivő. Az igazából csak a közvetítő, aki kettejük között megy, és igazából ő nem tudja átlátni, hogy mi történik körülötte. És ugye filmtechnikailag is nagyon jó, hogyha az egy karaktert, az egy fiút szétszedi az ember kettővé, mert akkor ők meg tudják beszélni. És a két pólusra tudom őket rakni, hogy az egyik mit gondol a világról, meg a másik mit gondol a világról, és ezt mindig lehet ütköztetni. Tehát rendezés technikailag, vagy forgatókönyvírás technikailag, ez egy drámai műfajjá válik, hogy ők állandóan kapcsolatban vannak egymással. És ott is például a egyik közönség találkozó nem volt túl sok, megkérdezték, hogy merem én azt megtenni, hogy egy handicapes, egy tolószékes karaktert rossznak ábrázoljak. És az nagyon érdekes kérdés, mert nem rossz, de nem is jó. Tehát, hogy pont ez a film, ezeket a kategóriákat megpróbálta felhigítani, de ettől sokkal nehezebb a kapcsolódás a nézőnek. És arra akarja rávenni a nézőt, hogy ne a fotelből nézze ezt a filmet, ne hátra dőljön, és a kényelmes, hogy mindent alátolnak, és hatásról hatásra, mint egy vidámparki játék, így biztonságosan viszi tovább, hanem hogy kezdjen el
dolgozni ezzel, kezdjen el gondolkodni ezen, kezdje el akár azokat a kategóriákat is feloldani, ahol a jó rendőr, rossz rendőr, jó kavboly, rossz kavboly, fehér ruhás, fekete ruhás, hanem hogy ennél lehet, hogy a film mást is el tud mesélni, vagy többet. És remélem, hogy azért ez a fajta filmkészítés elér most egy olyan tolerancia között, akár a kritikusoknál is, hogy ezt inkább megpróbálják megérteni, mint azonnal elutasítani. Mert szerintem a film, én azt próbáltam megmutatni, hogy akár tudnánk itt egy nagyon érzelmes történetet is elmesélni. De remélem látszik a szándékosság, hogy nem ezt akartuk. Abszolút, mert tényleg egyértelmű az, hogy a csíráját is elfojtott, hogy egyszerűen magamhoz közel húzzam őket. Tehát akár a főszereplő, Polgár Csaba karaktere, akár a csaja, akár az apja, akár a testvére, akár az anyja, tehát hogy mindenkiben van valami, amilyen pont az a rokonod, akivel nem szeretnél beszélgetni. Hát vagy nem érted meg? Pont az a rokonod, akit nem értesz meg, ezért nem beszélgetsz vele. Igen, ezek ilyen, de ezek a film is mind problémás kapcsolatok. Tehát nagyon könnyű eszközei vannak annak, hogy, és nagyon kidolgozott eszközei vannak annak, hogy hogyan szereted meg egy filmben a karaktert. Ezek elől mi mind szándékosan elléptünk. Ez hordozza magán azt is, hogy esetleg kevesebben nézik meg a moziban? De ez a film eleve nem számol azzal, hogy sokan nézik meg. Tehát, hogy ez szerintem a most van itt Magyarországon egy ilyen nézőszám bűvölet, hogy rettentő sok nézőt kell bevonzani. Vannak bizonyos típusú filmek, amik bevonzák a nézőket, már lehet tudni az forgatókönyv állapotukban, hogy benne van-e az a potenciál, vagy nincs. Tehát amikor például a film alap kiválasztotta ezt a filmet, akkor pontosan tudta, hogy nagyjából egy olyan réteget tud ez a film megcélozni, akik olvasnak például Stanislav Lemet, vagy szeretik a sci-fit. És azért ez például a magyar lakosságnak, de akár a világ lakosságának is egy nagyon kicsi része. Vannak fanok, meg akik ezt szeretik, meg csinálják, de rögtön az elején lehetett tudni, hogy ez egy réteg film lesz. De ha réteg film, akkor viszont én szabad vagyok, mint alkotó, semmilyen más kötelezettségem nincsen, mint az anyaggal szembeni alázat, és a esztétikai és tartalmi kérdésekről a lehető legjobb tudásom szerint dönteni, és eljutatni ezt a filmet azokhoz a nézőkhöz, akik ezt szeretnék látni. De szó se volt róla, hogy nekem mindenkinek kell filmet csinálni. Mondjuk ezt nem biztos, hogy neked kell feltennem ezt a kérdést, hanem a film alapnak, de pont a minap nyilatkoztad valamelyik újságnak, hogy ez alatt a 7 év alatt azért te leraktál még 7 másik filmtervet is a film alapban. Miért pont akkor ez a nem túl nézőbarát úrhangja kapott zöld utat, és mondjuk nem a Toldi, vagyis nem a trianonos filmterved, vagy a többi másik, amiről nem is tudok, vagy tudunk? Igen, én is ezt kérdeztem tőlük, hogyha nézőszám bűvöletben élünk, és nézőszám kell, akkor a Toldival nekem kutya kötelességem 300 ezer nézőt legalább behozni a moziba. A Szőke Ciklonnal, a Rejtő Jenővel is. Biztos, hogy kutya kötelességem, de én ezt alá is tudom írni. Tehát oké, akkor legyen ez a megállapodás, és akkor én hozom ezeket a nézőket. Mert szerintem egy jó minőségi Rejtő Jenő, vagy egy jó minőségű Toldi be tud hozni ennyi embert a moziba. És tulajdonképpen, ha belegondolok, nekem az összes egyéb beadott forgatókönyvem, vagy olyan forgatókönyv, ami mellé én rendezőként csatlakoztam, az Úr hangján kívül egyik sem rétegfilm. Hát mindegyik azt célozta meg, hogy, ami a film alapnak is a célja, hogy közönségfilm legyen. Most például az a kísérlet zajlik, hogy a Cserna Szabó András Semmi című kisrományából, ami egy Rózsa Sándor történet, nagyjából Guy Ritchie és Quentin Tarantino stílusában, amiből egyébként a film alap együttműködésével szerintem egy nagyon izgalmas és kreatív akciómozit írt a Rutkai Zsófi, így közösen mi csak segítettünk benne, de most januárban el fog dőlni, hogy vajon lesz-e belőle film. És ez csak a film alapnak a döntése. Tehát ez egyébként sokkal olcsóbb, mint a Toldi. Azért is írtuk, hogy ne legyen egy ilyen szuper költségvetése. Vagy szuper nagy a költségvetése. Tehát, hogy az se legyen probléma. Egyébként azért érdekes, amit mondasz, mert egy-két nappal ezelőtt adott a Vajna interjút az Indexnek,
és ott közönségről szinte egyáltalán nem beszélt. Ott szakmai elismerésekről beszélt, és forgatókönyv minőségről beszélt. Most ment egy balhé a film alappa kapcsolatban, hogy nem készítenek elég történelmi filmet. És erre folyamatosan az volt Vajának a válasza, hogy mert nem voltak elég jók a forgatókönyvek. És nem az volt a válasz, hogy mert nem hoznának elég közönséget. És most ehhez képest a pedig... A Toldi forgatókönyvre, tudjuk, hogy ott más volt a probléma, a Toldi forgatókönyvre azt mondta a film alap vezetője, az utóbbi 20 évben nem készült ilyen jó forgatókönyv. Ezt tudom ezzel szembeállítani. Nem is az én szavaimat, hanem a maga a film alap vezetője. Igen, azt tudjuk, hogy a Toldinál azért egyéb problémák is voltak. Na, a Toldiban pont nem szakmai problémák voltak. Erről tudsz beszélni egy kicsit? Nem szeretnék, nem, mert tényleg annyit, mindig erről van szó. Jó. És erről már annyi mindent elmondtam. Hogy el van vetve a Toldi film a részemről? Hát, a részemről nincs. Nincs. A és film most... alap részéről van. Viszont néhány nappal ezelőtt a parlament elfogadott egy olyan törvényt, ami támogatja a történelmi filmek készítését. Ez viszont nem film alapos. Oda beadod? Persze, minden olyan helyre, ahol ez a film megvalósíthatóvá válik, én és a pályázati kiírásoknak megfelel, én be fogom adni. Tehát akkor nem zárult be a tolgyajt? Hát nekem sosem, tehát dolgoztunk rajta 3 évet, szerintem tényleg jól sikerült, van benne potenciál, néha így kezembe kerülnek könyvek, meg festmények, meg ilyen, és mindig az jut eszembe, Toldi, vagy ezért lézek egy filmet, ez milyen jó lenne ez a karakter erre vagy arra. Tehát, hogy így, ha el is akarnám dobni, se tudom, mert valahogy működik az agyamba, és azt érzem, hogy ez egy le nem futott meccs. És az lenne a legszebb eredménye, ha meg tudnám mutatni a film alapnak, egyébként szerintem a film alappal együtt működve kéne megmutatni, hogy igenis ebből lehet egy jó filmet csinálni. Az lenne, nekem a történet legszebb zárulása az lenne, hogy a film alap megrázná magát, azt mondja, hogy basszus, nem csináltunk elég történelmi filmet, vegyük elő a Pálfinak, már úgyis ki van dolgozva ez a filmje, spondját rá a hiúságra, meg a izzére, dumál ez a csávó össze-vissza, de tud filmet csinálni, bízzuk rá, csinálja meg, legyen végre egy jó filmünk, és a végén kiderül, hogy az a film kurva jó, és kiderül, hogy ketten együtt fel tudunk menni a vörös szőnyegre, és azt tudjuk mondani, hogy együtt végül is megcsináltuk. Mi a felének veszekedtünk itt évekig. Tehát ez lenne a szép befejezés. Nekem egyetlen célom az, hogy filmet csináljak, mert azt gondolom, hogy ehhez jobban értek, mint az informatikához. Tehát és itt akarom megtalálni a helyet. És azt is gondolom ugyanakkor, mert a film alap nagyon hiú, és állandóan, hogyha beszélek, akkor mindig az a reakció, hogy valamelyik filmtervemet elhajítják. És azt gondolom, hogy a között nem szabadna összefüggésnek lenni. Hát miért ne beszélhetnék, és miért ne csinálhatnék jó filmeket? Vagy nem jókat, de érdekeseket. Tehát, hogy én az Úr hangjával például már leszállítottam azt, ami egy ilyen filmnél elvárható, a Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál alkategóriás versenyprogramját. Egy ilyen film ennyit ér meg, vagy hogy mondjam, üzletileg a film alapnak, ide lehet behúzni ezt a rovátkát. Jöhetne a következő megmérettetés, mert éppen tegnaptól munkanélkül lettem. Se színház, se mozi. Ezzel a svungos lezárással be is fejezzük a 12. podcastünket, aminek Pálfi György volt a vendége. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. A mikrofon egyik oldalán Mucsicska László volt. A másikon pedig Pion István. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és egy hét múlva jövünk egy újabb podcasttel. Sziasztok! Három T. A kulturális podcast.